Hello mindenki! Rendhagyó bejelentkezés innen a tengerpartról. Megvárom, míg összegyűlünk. Gondoltam, hogy most egy kicsit kijövök a szabadba, hogy jó idő legyen. Vagy hát, hogy jó idő van, és hogy kijövök egy kicsit. Ó, elkezdtek jönni az első nézők. Pont itt van előttem amúgy a part. Pero tengo un mojito sin alcohol porque sí. Soy necesito conducir después. Vale. Vale, yo tengo este porque posiblemente yo bebida, yo tengo más bebidas. Vale. Vale, primero mojito. Pero muy dulce, por favor. Muy dulce. Gracias. Közben rendeltem egy mojitót, csak mindig el kell mondani, hogy nagyon édesen. Álljatok, megmutatom, hogy hol vagyok. Szóval ez a part, látjátok, ott előttem most mennek éppen a... Ott húz egy jetski is. És ott van a parti erőd. Totál üresség, ez egy étterem bár egyébként úgy van megcsinálva, hogy a hátsó asztalokon lehet enni, itt pedig lehet inni, és akkor így bámulni, hogy mi történik előttünk. Normál esetben itt vágni kéne az embereket, de csak ez a szerencsétlen srác átcsorog itt egy mentő mellénnyel a kezében, meg egy papucsal. A mellettem lévő hely az teljes egészében üres. Szóval ez lesz a mai beszélgetésünk helyszíne, direkt nem... Ma néha átkapcsolok, hogy így... Nézzétek, így ilyen random emberek jönnek. Ezek hova mennek? Ezek valami tengeri menekültek. Nem tudom, de mentő mellényben... Na jó, mentő mellényben sétál. Szóval ma kérdez felelek lesz. Én meg közben iszogatok, ti meg kérdezzetek, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Direkt nem hirdettem meg a mai műsort. Hát, hogy nem tudok visszalapozni, ki volt az első kommentelő? Jolán Horváth? Talán. Jöhetnek a kérdések. Itt ücsörgök, szól egy kis zene mögöttem, a spanyol tengerparton. Néha kocsik mennek el előttem, mert ugye ez a legszélső... Primera Linea, úgy hívják spanyolul. Ott vannak a hajók egyébként, azt mutattam. Látjátok, egy kicsit így bele tudok zoomolni, és ott vannak az a kikötő, ott vannak a hajók, és éppen jön be egy hajó ezerrel száguldva. Maximális sebességgel. És ugye kikötő. Bejárat a felétel, nem tudom miért mászkálnak még itt a jetski, se pedig elvileg a jetski. Jetszéseknek már be kellett volna menni kikötőbe. Ha valaki el akar jönni ide Moreira, és meg akarjátok nézni, hogy ez milyen hely, ez az Eleven. Hát úgy mutatom, hogy el is tudjátok olvasni. Eleven, restaurant és koktélbár. Nagyon jó kis koktélok vannak. Ez itt a reklámhelye. Nem kapom mindjárt a koktélt, csak azért, mert reklámozom, csak... Azt hiszem, pont egy ilyen mojitót rendeltem. Igaz, ez a mojitó. Fú, mennyiféle kávé van, te jóisten. 1,85 egy kávé. Amúgy ez drága helynek számít, de látjátok, így is csak 1,85 egy kávé. Mindenféle üdítők, 2,40. Whisky, likör, brandy. Ez csak az itallap. Természetesen itt tenni is lehet. Ez volt nagyon sokáig a kedvenc helyem, mert nagyon jó... Daiquiri strawberry-t csinálnak. Most várom a mojitómat. Lehet, hogy át kéne ülnöm oda szembe, hogy a háttér a tenger legyen, mert így azt hiszitek, hogy egy ilyen dzsungelbe vagyok. De én most a tengert látom. Jöhetnek a kérdések. Na, első kérdés. Kitti mező, nem ülünk fel az egyik hajóra? Vihetnél minket is. Igen, hát ilyenkor már nem lehet hajót bérelni, mert ugye 19:30, tehát ezek már... Ezek már ilyenkor nem kivihetők. Egyszer béreltem úgy hajót, igen, hogy kicsit így engedték, hogy este jöjjek vissza, de normál esetben azoknak, akiknek így idegennek így odaadják, nem szeretik este kiengedni a hajókat, mert nem lehet tudni, hogy mi van. Tehát én ott béreltem hajót, ahol egyébként vizsgáztam is, úgyhogy így félig megbíztak bennem, úgyhogy este is kimehettem, és egy kicsit voltam sötétben. Következő kérdés, nem fog mondani semmit. Márai Váradi, szia! Jól áll neked a kalap? Tudom. Richard Molnár. Szia, végre elkaptalak élőben is, szép hétvégét.
Köszi nektek is. És itt a mojito. We're already live and I've shown the restaurant, so people will know. ez a tulajdonos volt. Beszéltem vele, miért beültem, azért gondoltam, mégse ülök csak be, úgyis kezdek el hangosan beszélni egy idegen helyen. Mondom neki, mit szólna az, hogy egy kis élőt, most megy befelé. Na megjött, hát nézzétek, egy befőttes üvegbe kaptam a mojitót. De olyan befőttes üvegbe, aminek van fogantyúja, tehát igazából egy sörös kancsó befőttes üveg, és csavaros a teteje. Azért mondom, hogy befőttes üveg, mert ha innen nézitek, akkor ez olyan, mintha rá lehetne még tenni valamit. Na nézzük. Azt kértem, hogy nagyon édes legyen. Ilyenkor szokás szerint nem szokott az lenni, de mindig fittyet hánynak. A legtöbbször arra, hogy jég nélkül kérek valamit, és biztos, hogy jége hozzá. 50-50. Fú, nagyon jó. Ezzel végeztem, lehet iszok egy piña coladát is. Teddy tót, most nem tudlak élőben. Ó, mekkora hajó megy ott. Ó, és megy utána még egy jetski, azt nézzétek meg. Néznétek? Ah, pont elment. Tehát ugye ezt a kis szűk szegmens látom itt a Melvédtől, és az előbb húzott át itt előttem egy hajó, de ott a távolba, látjátok, ott egy vitorla van. Tehát egy vitorlás is jön közbe, ott. Úgyhogy reméljük, hogy az közben, na meg itt ezek a jetskisek, de hát ezek itt köröznek fel alá. És lassan elkezdenek emberek is sétafikálni arra az erőd felé. De ugye még korán van. Mindenesetre az újonnan csatlakozóknak is mondom, hogy a spanyol tengerpart egyik kis városában, Marajrában ücsörgünk, mojitóval. Lehet, hogy leveszem a szemüveget. Amúgy ez fa napszemüveg, képzeljétek el. Nem tudom, hogy látszik-e, itt van beleírva. Ez teljesen fából van. És polarizált természetesen, úgyhogy a gépernyőből alig látok valamit. Mennyi eszem volt, hogy polarizált szemüveget vettem fel. És képzeljétek el, hogy ami kis zacskót, tehát ilyen kis tartót adtak hozzá, az meg lenvászon. De kender? Már nem is tudom. De a lényeg az, hogy teljesen környezetbarát nem szemüvegben vagyok most. Mária Váradi, jól áll neked, hogy tudol, kommunikálsz az eladóval, minden jól áll neked. Ezt nem teljesen értem. Vár, visszajön a hajó, meg kell, hogy mutassam nektek. Ennek van egy kis flybridge egyébként. Hoppá, egy kabrió elhúzott előttünk. Tehát van egy kis flybridge, amit én nagyon szeretnék, én is egy ilyen hajót, de ez kicsi igazából, ez azt hiszem, hogy ez horgászhajó. Hát tudjátok, ott van egy kis felső flybridge, és rajta egy ilyen kis ponyva. Bimini topnak hívják, nem tudom magyarul, hogy van. Nagyon, nagyon gyéren mászkálnak. Tehát tényleg ez ennél sokkal több szokott lenni ilyenkor már. Na mondjátok a kérdéseket. Májkológia van. Kit milyen probléma foglalkoztat? Vagy milyen közéleti dolog? Politika? Azt mondták, lehet, hogy zárnak fél órán belül. Akkor majd átülök oda a Melvédre. De lehet, hogy tovább nyit maradnak, ha veszek még egy piña coladát is. Hello! Ez vagy nekem kiabált, vagy mögöttem ült valaki? Úgy mutatta, hogy hello! Lehet, látta, hogy kamerázok. Kitty mező, egy 34-es elég lesz. Az mi? Az valami koktél? Nincs ilyen nevű koktél. Sarika Halász, szép estét, finom üdítővel, ott vagyunk veled. Hát ez nem egészen üdítő, a mojito, de mutatom még egyszer. Most
Most három jetski jön befelé, nagy zajjal. Amúgy itt a sarokban szokott lenni a jetski kölcsönző, és lehet, hogy még csak most gyáratják be a cuccokat, mert még nem látom magát a... Ági sebből kérdett, hogy kérdezzünk, de nem válaszolsz. Mit kérdeztél? Hát én átsiklottam fölötte. Komács Zsuzsanna, Mike, ez egy gyerekeknek és autóba kitalált befőttes üveg. A tetejénél van egy lyuk a szívószálnak. De nincs teteje, tehát nincs rajta semmi, csak a két szívószál. Tehát a fedőt azt én nem kaptam meg. Hogy gyerekeknek kitalált? Miért? Sörös Melinda, sörös kancsó. Ugye én is ezt mondtam, de nem. Tehát van egy ilyen fogantyú, de egy csavaros a teteje, úgyhogy ez egy befőttes üveg sörös kancsó. Pál Balog, nagyfiam, I have a good song for you. Kihagytad az ö, a határozatlan névelőt. I have a good song for you. A kalapommal piros rózsa babán tőled kaptam. Have a nice day, always from USA. Hát köszi, üdv az USA-ból. Nagy az időeltolódás, akkor ott még korán van, igaz? Ha a keleti partról beszélünk, akkor 6 óra időeltolódás. Közben elkezdték bepakolni a cuccokat. Itt most a bodzaszörpe menő, ott mit szeretnek? Hát a mojitót. Itt a mojitó a nyerő. Ági Sebők, ritkán jelentkezem, miért? Azt mondja, hogy ritkán jelentkezem. Ez a műsor minden pénteken van, 19.30-kor kezdődik. És most volt reggel innen műsor. Végig a partról. Nem nézted? Éva Dobos. Itt egy kutya. majdnem belenyalt a mojitomba a kutya, hogy így elment. Uff, megint egy nagy hajó jön. Éva Dobos, üdv Abu Dhabiból újra. Abu Dhabi. Nagyon jó hely. Kicsit messze van innen, ott meg pluszban van 6 óra időeltolódás, nem? Vagy még több? Már én akkor látok, már hajnal van. Hogy még fent vagy? Sí, molesta. Al principio te da risa. Pero después... Valaki ezt írja, hogy vihar jön. Dukai Szilvia, mennyi az idő nálad? Annyi, mint otthon. Vagyis 15 perc múlva 8. Még mindig nem mászkálnak sokan, most csak így előttem sétafikálnak. Tehát így néha ilyen csapatok így elmennek előttem. És természetesen megállás nélkül a jetskisek. Megállt egy család nézni őket. Azt gondoltam, lesz egy kis komolyabb esti élet, de nem nagyon. Jön vissza a kutya. Nem, ez egy másik volt, ez egy Goldi volt. Szerintem most már levehetem nem süt ide nap. Lássuk a kérdéseket. Most azt hiszem eltévedtem a kommentek között, nagyon feltekertem. Zsófi Aszalós, vettél már lakást a hajóállomás közelében? Nem, de itt mindenhol van hajóállomás egyébként. Melyik hajóállomásra gondolsz? Nem tudom még mit akarok, azokat csak úgy megnéztem. Befektetési célra, de nem sürgős. Megvárom, míg még nagyobb lesz a válság, lejjebb mennek az árak. Lehet, hogy inkább egy ilyen éttermet szeretnék, mint amilyen ez is. Kinéztem egyet egy másik városban. Ilyen nagyon szép angol berendezése van, ilyen, mint egy angol pub úgy néz ki. És ugye itt alapvetően nem
Tehát ez nem igazán a turistákra épül úgy, mint ez, mert ez itt teljesen a tengerparton. Na bennem, itt a helyiek is. Látjátok, én is szeretek beülni, de... Kinéztem egy jó kis éttermet, és akkor az így főleg helyiekre épül. Hollandok, angolok, ilyesmik járnak, és akkor arra gondoltam ezt így üzemeltetgetni. Ez volna kedvem. Milyen az ital? Jó, édes, olyat kértem. Zsuzsanna Krivic. Hány fok van nálatok? Itt most nagy vihar van Pécsen. Hát igen, ezt mondtam délbe is, hogy olyan 30 fok körül van, tehát itt nincs olyan óriási nagy, itt nincs olyan óriás, napok óta ilyen, és látosan néha még felhős is, most pont nincs egy felhőse, de néha még felhős is, tehát itt ilyen 30 fok körül van, itt nincs óriási meleg. Nincs szélvihar se nagyon. Na, ez a kedvencem. Ez a motoros, aki egykerekezik. A szerencsétlen 50 centis motorjával, aminek a kipufogóját átalakították úgy, hogy ilyen hangja legyen, de amúgy menni nem megy. Hallottam, nagy viharból Csehországban is tornádó, meg az osztrákokat elverte egy kis jég. Lehet még egy pinyakoládát innen kéne. Na, jöhetne valami komoly kérdés is. Richard Molnár, láttad, mi történt Csehországban? Igen, éppen most jutottam ide a kommentethez. Láttam. Hát nagyon furcsa ez a tornádó. Azt hiszem, még csak életünkben se hallottunk arról, hogy Csehországban ugye... Az oké, hogy az USA-ban vannak ilyenek, meg mit tudom én. Néha ilyen tájfun... keletfelé Ázsiába is, de itt Európában egy tornádó, jó időnként Magyarországon is fotóztak már ilyen kis tornádócskát, ami ugye nem okozott semmit, de az, amit láttam fotókat, hogy Csehországban azt konkrétan mindent letarolt, az elég durva. Újabb motoros. Szeretnek itt motorozgatni. Tünde Kollár, kedves Mike, többet szeretnénk látni téged és az utazásaidat. Szerintem minden nap van valami, nem? Minden nap szokott valami lenni. Egy cukja tuningolt motor, valaki ezt írja. Kovács Zsuzsanna. Nem szeretem, ha nem látom a szemét annak, aki beszél hozzám. Nem hiába mondják a szem a lélek tükre. Fú, hát akkor csak a te kedvedért visszaveszem. Vagy ilyen... kicseszősködben vagyok. Jó, nem, csak szivatásban mondtam. Na gyerünk, komolyabb kérdések jöjjenek ennél. Dündé Rangel, két kör és válasz sem lesz. Hú, erről akartam mondani nektek valamit. Képzeljétek el, hogy valamelyik nap, nem is tudom, két napja, valami hülye leragasztotta a kinti kamerámat. Ugye van ilyen biztonsági kamera. És nem láttam ki. Kimegyek, nézem, hát valami futárszolgált rá, oda ragasztotta a cetliét pont a kapun lévő kamerára. Ugye bent is van a biztonsági kamerák. Jön vissza, várjatok, jön vissza a motoros, nézzétek. Na, ez a... szerencsétlen hokedli nudli. Ez mászkál itt fel alá. Kimegyek, leszedem, és akkor nézem, hogy hát ez egy futárszolgálatnak a papírja, és valami rendelésszám. Mondom, mi az Isten ez? Hát én nem rendeltem semmit. És most az előbb, mielőtt elindultam volna, nem sokat csengettek meg, én jön a futárszolgálat, azt mondja, csomag. Tényleg szinte minden nap rendelek csomagot az Amazonon, de most nem értettem, hogy miért. És az se egyébként, hogy amikor itt volt, miért nem dobta be? Hát úgy szokták amúgy ezek, hogy így fogják így, és akkor így behajtják. Ugye mindig az Amazon cuccok nagyon jól be vannak csomagolva, és általában leteszik ugye a kiskapun belőle, ezt meg nem akarta bedobni. Nem volt kedvem kinyitni a kaput, így nem láttam, de így nézem, mondom, adjad akkor. És akkor így álltam el egy ilyen bazinat csomagot. Elfelejtettem, képzeljétek el, emlékeztek, mondtam nektek, hogy reklamáltam, hogy a Sidernek lejárt a
szavatosság. Három nappal vagy két nappal, de csak két üvegnek, a többinek jó volt. Vagy három üvegnek, már nem is tudom, ugye a 12-ből. A nagy szájderes videóban mondtam ezt, és akkor reklamáltam a cégnek, hogy ezt hogy gondolják, hogy ez mégis törvénysértő, hogy ilyen lejárt szavatosságú nyavaját küldnek meg minden, mondom én ezt kidobom az egészet a francba. És akkor visszaválaszoltak, hogy jaj, hát nagyon sajnálják, véletlen volt. Egyébként a lejárat, a szavatossági lejárat az csak ilyen, hát ilyen jelzés értékű, tehát hogy az élvezeti értéket azért nem befolyásolja, egy kicsivel utána iszom meg. Tehát mondom, hogy jó, hogy képzelik? Hát a törvény az törvény, én is szeretem betartani. Ezt most májkológia szempontjából mondom, nektek probléma megoldó képesség. És akkor mondtam nekik, hogy hát ez azért azt mondhatja maga után, hogy én negatív értékelést adok, meg hát szólok az Amazonnak. És akkor küldtek egy ilyen elnézést kérő levelet, hogy akkor megajándékoznának egy ilyen mixel, amiben benne vannak a legújabb márkák is. És hát ezt hozta a futár. 12 üveg szájder. Hozott egy nagy doboz, 12 üveg szájder volt benne, és benne vannak az új modellek is, a barackos, az epres, amit nem kaptam a múltkor, meg zöldalmás. Most otthon lettem volna, lehet, hogy szájdert iszok, csak mindenképpen el akartam jönni, hogy kicsit lássatok mindent. Motorral jöttem természetesen, mert ilyenkor már nem lehet megállni sehol. Közben közelebb ért a vitorlás. Nagyon jó a mojito. Tündi Ranger, két kör és válasz sem lesz, itt jártam, ugye? Imréném, malom, soki, citromos sört iszok. Hidegen nagyon jó. Erről jutott eszembe a Cider történet. Kitty mező. Tequila Sunrise. Hát mutattam, hogy lenne ez Tequila Sunrise. Hát az sárga és narancssárga. Olyan, mint a Sex on the Beach. A Tequila Sunrise nagyon könnyű összekeverni a Sex on the Beach-sel, mármint az italt. Nem lefordítva értettem. Marianna Lőrinc, itt most a Bodza Szörp a menő, ott mit szeretnek nagyon? Hát igen, mojitót. Éva Boldogi Kovács, milyen ital a mojito, nem tudod? Hát lime van benne, itt az alján, látszik, hogy lime van benne, meg menta, tehát ez a zöldség benne, ez menta levél. Lime, menta, és mit tudom én, még miből csinálják, vodkából, vagy valami ilyesmiből, de ez alkoholmentes, szóval nem kell ez a duma, hogy még két kör, aztán már beszélni se tudok. Direkt alkoholmentest kértem, hogy még utána motorozok egy kicsit. Nem fogok azonnal hazamenni, mert most kedvet kaptam a motorozáshoz. Azért mondtam el nektek ezt a sztorit, mert ilyen kis apróságokkal az ilyen nagy cégeket mindig le arra lehet bírni, hogy egy kicsit így. Hát végülis nem az én hibám, ők küldtek lejárt szavatosságú valamit. Jó, hogy megittem, nem volt baja, de attól még a ügyfelszolgálaton meg lehet próbálni egy kicsit reklamálni. Próbáljátok meg ti is, ez a mai tanúság. Úgy látom, komolyabb kérdés ennél nem lesz. Most csatlakozóknak mondom, hogy a tengerpartról jelentkezem az Eleven étteremből. Most már elkezdtek sétafikálni lassan az emberek, de azért még mindig nincsenek sokan. A vitorlás éppen most elfordult. Valamivel közelebb van, de hát ez most pont eltakarja. Nagyszerű. Tehát ahol a fickó álpontot van, ott mögötte látszik egy pillanatra a vitorla. Köszi, hogy odaálltál, nagyon kedves tőled, hogy éppen mozdulmoltam be. Ott pedig a kikötő és két hatalmas pálmafa. De mondom, ez nagyon kevés. Tehát ez szinte semmi. Ez szinte semmi. Mármint, hogy ez a mozgás, ez az embermennyiség. Ennél sokkal többen szoktak lenni. Andrea Horváth, anyukád jön újra hozzád, vagy most nem tervezi? Igen, már megvette a jegyet. Csak elfelejtettem. De semmi baj, mert előtte szokott még üzenni. Várjátok, azt hiszem július 29 talán, vagy 30, valami ilyesmi. És 5000 forint volt a jegy. Így kell olcsó vásárolni, anya mindig tudja. Szoktam nézegetni a jegyeket, és amikor egyszer csak bedobnak valami olcsót, akkor lecsap rá. Aztán olyan mindegy, hogy most 5000 forint, ha mégsem jön össze, tehát nem kérdez meg ilyenkor, csak megveszi a jegyet. Valaki azt kérdezi, hogy orgazmus koktél nincs. Nincs, de van pornstar martini. Akármit is jelentsen, ez meg Sex on the Beach. Tehát az ilyen szexuális töltetű koktélokból ezek vannak. Ezek
Szóval így megveszi egyet, és azt mondja, hát két érdeke, ha mégse, akkor 5000 forintért akár ki is lehet dobni, nem nagy kár. De egyébként ő nem tudja, de én igen, hogy most a légitársaságok egy jó darabig úgy működnek, hogy teljesen ingyenes az átcsere. Tehát a Ryanair-nél is úgy volt, hogy egyébként én azt hiszem nagyon drága, ami 40 vagy 50 euró, csak az, hogy megcseréld akár a nevet, akár az úti célt, vagy ami, és a legtöbbször egy nem került annyiba, tehát az emberek kidobják. Most a vírus helyzet miatt ilyen ingyenes csere van, tehát bárki 2-3 nap az indulás előttig így átteheti másik időpontra. Nyilván a különbözetet fizetni kell, ha az drágább, az a jegy, de cserediet nem számítanak fel. Ányszor rákatintok erre a nyomorult ízére, állandóan visszaugrik, akkor ez a Facebook, ez egy... És ezt nemrég rondották el, már megint rákatintok ki, vagy porból már nem húzni, és akkor visszaugrik 6 kommentet, úgyhogy azért vagyok én lassú az olvasásban. Mehetsz takarítani záróra. Magyarban 19:45 van. Igen, most itt 2 perc múlva már 8. Jól lemaradtam akkor a kommentekkel, várjatok akkor. Gabriel Forián, van valami téma, vagy teljesen kötetlen, és bármit lehet kérdezni? Igen, bármit lehet kérdezni. No, thank you. Valaki órát árul. Vettem volna egy Rolexet 15 euróért. Ezt úgy hívják egyébként, hogy ott majd látjátok a kockás felsőben, és a kezében van 50 darab óra. Vagy napszemüveg. Vagy, és azon szoktam kiakadni egyébként. Nem nagyon bántam, mert ugye szerencsétlenek, meg minden, kell neki is a pénz, valószínűleg menekült. Ezek nem azok a szokásos négerek, hanem ezek nagyon feketék, tehát ilyen mély fekete Afrikából jöttek. Azon szoktam kiakadni, hogy látja, hogy napszemüveg van rajtam, és megkérdezi, hogy kérek a napszemüveget. Bár igaz, az araboknak is el lehet adni homokot a szalarába. Jó üzletember, megpróbálkozik mindennel. Egész sokan sétálgatnak már. És pont. Mindenki csak derékig láttok. Mert ilyen alacsony az asztal. Gabriella, igen, tehát pont azzal indítottam a műsort, hogy kötetlen beszélgetés. Azért nem is hirdettem meg előre, hogy ne tudjatok felkészülni kérdésekre, és most látszik, hogy milyen az, amikor én nem hozok témát, akkor ti nem kérdeztek semmit. Ági Sebők, szerinted miért van 2 szívószál? Hát, hogy idegesítsen azért. Nem, úgy, nem hiszem, hogy sok haszna van, de engem idegesít, hogy ezt mindig félre kell húznom, hogy ne az orromba akadjon. Magdi Delibeli, van javaslatom, vegyél egy kis magyar vizslát, annyira aranyos kutyusok nekünk is volt. 2 dolog, ugye egyrészt volt már egyszer vizslám otthon, még egész fiatal koromban. Nehéz, mert ugye vadász kutya, sokat kell futnia, sokat kell mennie. Bár jó lenne, csak ugye azt felejted, hogy Spanyolországban vagyok, és itt nincs. Tehát itt nincs semmiféle spanyol vizsla. Magyar vizsla. Spanyol vizsla. Angéle pap, szia, még nem értél haza, mivel töltötted az időt? Szerintem nem értem haza. Szerinted reggel óta itt vagyok lent a tenger? Hát annyit nem ittam. Atya Isten. Dolgoztam egész délután, ne szórakozzatok már. Egész héten arra készültem, hogy amikor dolgoznom kellene egy kicsit, és akkor most dolgoztam. Egész délután dolgoztam. Na jó, csak úgy. Ó, de jó kis merci megy itt. Nekem is ilyen C-mercim volt, csak kombiba. Ha visszanézitek a tegnapi motoros snorkelezős videót, vagy az tegnap előtti, akkor a videó legelején, amikor bemutatom a motort, így megfordulok, akkor még nem volt ez a
programom, amivel oda-vissza tudtam kapcsolni a kamerát, és úgy megfordulok, pillanatra látszik mögöttem még a másik merci. Tehát akkor még megvolt a C-merci, a fehér. Ez a hang, ez egy Opel Corsa volt. Itt is megvan ez a kategória, tudjátok, aki kicserül egy kipufogót, meg ilyesmi, és akkor már jó kocsia van. Harmóni vendégház. Hú, ez micsoda név egy profilnak. Szia, ott működik a turizmus? Igen, úgy tűnik, hogy vannak emberek, de azért... Francba, megint egy kabrió, ez most egy BMW kabrió. Lelassítod, már majdnem elütött egy izét. Jönnek a miniszoknyás lánok egyébként. Most, ha valaki elkezdi azt mondani, hogy kezdjék el ismerkedni, akkor tök feleslegesen jegyzem meg, hogy 14 éves lányokkal nem ismerkedek, de egyenlőre ez az egyetlen ilyen látvány, ami látható volt. Egyébként mindenki nyugdíjas. Tehát amúgy se tudnék. Szóval kéne egy kabrió. Most nem is tudok szívócskázni. Szóval egy módjában működik a turizmus. Látszik, érezhető, hogy nagyon kevesen vannak. Délután képzeljétek el, egy kebabot akartam enni végül, fish and chipset ettem, tehát halat, és két kebab van ebbe az utcába itt mellettünk, és a másik már bezárt. Tehát a másik már lehúzta a rollót, ki is van ráírva, hogy kiadó. Azért bizakodom egy kicsit ebben az étterem ügyben, meg azért várok, egyre több miniszoknás lány jön. Azt nézem, hogy ezek valami... Nem tudom, ezek ki vannak öltözve ilyen... Látjátok, ilyen kis váltáska, meg minden nyavaja, szerintem lehet, hogy Gizsi lesz, vagy mi? És ott jön még utánpót. Meg honnan jönnek ezek? Hát arra már a kikötő van, ott nincs semmi. Na mindegy, lehet, hogy valami buli volt, vagy buli lesz. Szóval... Érezhető, hogy így mennek tönkre helyek, hogy így zárnak be helyek, és arra gondoltam, hogy ha várok egy kicsit, mondjuk őszig, lehet, hogy találok olyan éttermet, ami esetleg jó lenne nekem. És akkor megvan oldva, hogy honnan lesznek a pénteki bejelentkezések. Akkor lesz egy éttermem, azon lesz egy ilyen fix asztal, így beülök oda, és akkor azt mondom hogy a pincérnek, hogy óránként, vagy mit, 10 percenként hozzon egy valamit, és akkor... A törzseimről fogok, sőt, onnan is fogok dolgozni. Hát programozni bárhonnan lehet. Lesz előttem egy laptop, meg ez a kamera. Kicsit dolgozok, mikor megunom, akkor csinálok egy élőadást. Tudom, kicsit megint dolgozok. Közben jöhet a koktél. Felveszek 6 pincérnőt, és akkor azok mind körületen fognak ugrálni. Igen, tehát azt gondoltam, hogy mivel most már annyira benne vagyunk ugye a nyárban, hogy ez már itt elvileg tényleg pénz kéne, hogy hozzon, tehát ezt így nem értem. Sokszor lejövök, de így azért ennyit nem ültem itt egy helyben, mégis én tényleg többre számítottam. Na mindegy, szóval arra gondolok, hogy június vége van, július, augusztus, most már egyébként akinek rosszul megy, sem adná el, mert arra gondol, hogy akkor mikor, ha most nem legyen bevétel. Tehát a július és az augusztus végig csinálja mindenki, és akinek már nagyon elege van, vagy akinek nagyon rosszul ment, az végül szeptemberbe fogja bedobni a török között, vagy esetleg októberbe. Meg akkor amúgy így dömpingáron lesz. Vagy dömping lesz, tehát sokan gondolják azt, hogy na, akkor most vége. Nyilván nem jó ötlet megvenni pont egy éttermet, mint én októberben vagy novemberben, amikor vége a szezonnak és a semmire. De ha okosan gondolkozik az ember, és mondjuk egy ilyen, mint amit én kinéztem ezt a kis angol pubot, veszi meg, akkor ami nem függ a turizmustól, hanem ugye a helyiek már odaszoktak. Tehát mindenképpen egy olyat akarok, ami már egy odaszokott hely. Akkor szerintem nyugodtan meg lehet csinálni, akkor nincs gond vele. Minden alkalommal, amikor elmegy itt előttem, valaki bámul. Ez kihez beszél? Ez beszél egy kamera, egy telefonhoz. Tehát most milyen nyelven már? Elfogadom, senki nem tudja, milyen magyar nyelv. Elfogyott. Már csak a jég van. Hát ezt benyaltam. Kéne a pinyakoláda, csak a csaj bent mozog nagyon, nem nagyon jön. De ez például az én helyemen nem menne. Én úgy csinálnám, hogy a bejáratnál mindig állna egy pincér, így vigyázz be. És akkor jobbra, balra.
jobbra, egy pásztázna a szemével. És amikor valaki csak így megpöccinti a kis ujját, akkor már is menne és felvenné a rendelést. Marianna Lőrinc, hordhatnál többféle kalapot. Hát én nem tudom, minek beszélek, vagy minek csinálok egyáltalán műsort. Hát ez legalább a hatodik, ami rajtam van a héten. Vagy úgy egyáltalán. Szóval van masszívan. Tündér Angel, vigyázol a kutyámra, ha elutazom? Tudjátok, hogy rám már nem bíztak kutyát egyszer. Milec Mónika, mióta élsz egyedül? Hát, ugye 10 éve vagyok itt, így nagy részt ez egyedül létbe tel, de most a legutolsó idő óta tavaly március. Tavaly március? Azt hiszem, te jó Isten. Mindenki megírja. Tünde Kovács, na végre egy kérdés. Mit szólsz az itthon várható lazításokhoz? Nem vagyok tisztában ezzel, mert ilyen mindenféle kamú dolgok terjednek a Facebookon, hogy akkor 4-5 nap múlva teljes eltörlése lesz a maszknak, meg nem kell védettség az oltás, csak hogy tudjatok róla, ugye annyi miután itt megkapta az oltást és hazament, még itt megigényeltük a védettség az oltást, és most kapta meg. Tegnap? Azt hiszem tegnap. Tehát ez azt jelenti, hogy most, hogy megjött a védettség az oltást, már így nagy izével dobhatja is a kukába. Igaz? Mert tényleg, tehát ha lazítás arról szól, hogy akkor most már védettségigazolás, meg maszk, meg minden nyavaja nélkül lehet menni bárhová, akkor minek kellett erre az egy hónapra feleslegesen fellázítani az embereket? Vagy direkt ezért, hogy egymás ellen hangolják az embereket. Angila pap, hiányzik anyud. Hát igen, persze, de azért nyilván egy feleség jobban hiányozna, ha lenne. Fú, mi volt ez egy elektromos autó? Nagy, semmi hangja nem volt. Fú, ezt nem tudom kimondani. Richard Don. Szevasz, bátyú. Tudok ám cirill betűsen olvasni, nem tudsz megtéveszteni. Edélyből való vagyok, és miért van cirill betűsen írva a neved? Kurva nehéz kimondani, jaj, most káromkodtam. Nagyon régen tanultam oroszul. Egy kislány ment el itt mellettem, és megbámult. Látjátok, azt hiszem, úristen, ez a bácsi kihez beszél magába? Természetesen mindenki megbámol. A túloldalon most megint egy embertömeg jön. És... hát ezek németek. Tehát olyan hangosan beszélnek, hogy ide hallom, hogy ezek németek. Biztosan örültek most a meccsnek. Jó. Most már azt is tudom, hogy a miniszoknyás csajok angolok, mert azok is visítanak és ordítanak. Miért választottad ezt a területet? Jó kérdés. Ugye először Déniába jöttem, és ott laktam. Dénia az kb. Olyan 40 km innen feljebb, az a megye székhely. De nem ott dolgoztam, tehát még 2011-ben akkor Benisszába dolgoztam, és akkor mindig vonattal jártam át. Készül a kis vonat, fogunk egy vonatozást csinálni, mert ezt nagyon szerettem. Valamelyik nap csinálunk egy vonatozást. Yes. És meguntam így átjárogatni, úgyhogy átköltöztem Benisszába. Ugye ott viszont apartmanban csak, és egy apartmanban laktam, nem is tudom, hogy 3 évet, és aztán már nagyon akartam kettesházat, és ez pont akkor szabadult fel. Tehát nem olyan könnyű csak úgy akármikor ilyen kettesházhoz jutni, úgyhogy valaki felhívott, hogy van ez a lehetőség. Mert ezt így megy. És 6 éve. Azóta itt lakom, átjöttem ide. Elise de Bossa. A pandémia alatt az éttermekre milyen szabály vonatkozott? Igen. Volt egy nagyon rövid időszak. Én azt hiszem, hogy az januárban volt, amikor így nagyon tetőzött már tényleg a dolog, és akkor csak elvitelre lehetett. Tehát akkor senkinek nem lehetett bemenni. De itt soha nem volt ilyen külön választás, hogy most csak itt ülhetek le, vagy bent ülhetek. És aztán azt feloldották, én azt hiszem, ugye ez januárban volt, feloldották februárban, tehát az csak egy ilyen 3 hetes korlátozás volt, és azóta mindent lehet. Azért is csodálkozom, miért mondták azt, hogy ez a hely lehet, hogy be fog zárni, mert itt éjszaka minden nyitva szokott lenni. Zsuzsanna Krivic megint kérdezi, édesanyád, mikor megy ki? Hát most mondtam el, hogy majd július végén.
Tehát ugye augusztusban van a születésnapom, és az arra mindig el szokott jönni, úgyhogy az augusztusi utazás az általában fix szokott lenni. Ugye tavaly ez sem ment. Mert akkor már olyan lezárások voltak, hogy augusztusra se tudott kérni, sőt karácsonyra se. Otilia Juhász, Mike, bocsi, most kezdtem követni a bejelentkezésed, mivel foglalkozol kint, van-e honvágyad, végleg ott tervezed a jövőt, mennyit dolgozol, mennyit tudsz pihenni? Ennyi kérdésre nem. Informatikus, 28 millió magyar elmondom. Nézd szépen végig a videókat, és mindegyikre választ kapsz, ezt nem fogom minden élőben elmondani. Mógor Petra, lesz olyan videó, amit a helyi barátaiddal csinálsz, egy kis spanyol virtust megnéznénk? Nem, nincsenek helyi barátaim. Teljesen egyedül vagyok. Volt már videó Szabolcsékkal, nem emlékeztek? Kivel volt még videó? Volt egy két ilyen videó. A gyerekekkel például, amikor nálam voltak. Andi Civic, szia! Hogyan látod a spanyol turizmust a következő években? Stagnálni fog, vagy gyengülni? Arra nem is gondolsz, hogy erősödhet? Érdekes meglátás, mert annak ellenére, hogy ilyen nagy, honnan jönnek ezek a 14 évesek? Arra tényleg nincs semmi. Ez olyan, mintha körülbelül most lenne vége az iskolának, és akkor így fültökben mennek arrafelé. Na mindegy. Ja, nem azért, mintha érdekelne, szóval most, hogy megszavazták ezt a pedofília elleni törvényt, nem kell rögtön azt gondolni, hogy rám már egyből lehet alkalmazni. Csak mondom, hogy ez a két véglet van. Tehát azért is nem lehet ismerkedni, mert ilyen 14 éves lányok mászkálnak, meg nyugdíjasok. Tehát ugye itt teljesen hiányzik ez a, mondjuk az én korosztályom. Vagy hát nyilván, ha vannak, akkor már házasok. Ezért említettem meg. Mielőtt valaki már is jelentésekben gondolkozna. Most egy kicsit tömbben mer mászkál már. De azt nézem, hogy nem annyira érződik az, hogy ezek az emberek turisták lennének, és a kocsik, amik mászkálnak, azok is ilyen helyi autók. Azért tudom, hogy helyi autók, mert egy ilyennel nem jönne Madridból senki, mert ez mindjárt szétullik. Meg nyilván spanyol a rendszáma. Nem tudom, hogy milyen a spanyol turizmus. Ugye elvileg az ország GDP-nek a 12%-át teszi ki, ez óriási pénz. A tavalyi év azt szerintem teljesen lenullázhatják, és én azt hiszem, hogy jó részt az idei évet is. Nem volna szabad, hogy ez a hely például bezárjon. Tehát ennek a helynek, ennek úgy itt kéne lennie hajnali kettőig. És itt embereknek kéne ülnie körülöttem. Normális esetben ilyenkor este 8 után 15 percen én már nem tudnék itt helyet kapni. Úgyhogy ez nagyon rossz kilátás. Az, hogy ez vajon jövőre így egy csapásra megváltozik-e, vagy az, hogy jövőre lesz a 12. hullám, ez a fajta bizonytalanság, ami nem tesz jót a gazdaságnak. Tehát az, amiről még csak tervezni se tudunk. Mi az, hogy jövőre? Azt nem tudom megtervezni, hogy szeptemberben haza tudok-e menni, vagy sem, ha haza akarnék menni. Úgy szeretem, hogy mindenki kivétel nélkül megbámul, aki itt sétál előttem. Tudjátok, nem sokan tudnák ezt csinálni egyébként, hogy kiülnek ide az utcára, és annak ellenére beszélnek egy kamerához, hogy egyébként ez semmi, még vissza is fordultak, hogy közben megbámulják. Na, hányan tudnátok ezt csinálni? A nagy semmiről ráadásul, mert nem nagyon kérdés. Bár ez jó kérdés volt ez a turizmusos, csak hát ugye ebben nem vagyok kompetens, hogy én eldöntsem, hogy mi lesz Spanyolország turizmusával. Remek sport a motorozás. Mindig olyan klassz érezni a sebességet, a friss levegőt. Na most itt gyorsan menni nem lehet. Tehát ugye ezt elmondtam a múltkor is, hogy annyira sok a kanyargós út, hogy nem lehet gyorsan menni, meg egyébként is korlátozások vannak. Szalud! Most már csak idegvizet iszok. Tényleg nincs semmi az alján. Gabriela Florian. Erdő már, mintha sötétedne a kép. Most miért sötétedik a kép?
Nem látom jól a képet. Most a kamera sötétedik? Aha. Ez a hülye automata sötétítés bekapcsolt. Gabriela Flórián, most, hogy közeledik az olimpia, melyik sportágakat követed? Ha már nincs magyar sportoló, spanyoloknak drukkolsz? Nem, én soha nem drukkolok a spanyoloknak. Milyen olimpia lesz most, nyári olimpia? Fogós kérdés, nyári olimpiát nem igazán szoktam nézni. Ami kedvenceim az curling, síugrás, és szeretem a lövészetet is. Tehát ugye a biatlont, amikor síelnek is, és lőnek is. Fogalmam sincs, mit szeretek a nyári olimpián. Néha nézem az úszást, amikor a magyarok nyernek. Esetleg egy kis kajakkenut. De többi nem igazán érdekel. Mami? Jó, hogy nem kérdeztetek a meccsről. Sándorné Katz, mekkora szerencséd van. Miért? Mert mojitót kaptam? Szétverem ezt a Facebookot egyébként. Tehát valahányszor megpróbálom oda tenni az ujjam, hogy feljebb lapozzak, mindig visszaugrik 6 izényit. Istvánné Tóth, ott olyan korán zárnak. Ugye teljesen meglepő, nem? Hajnali 2-ig nyitva kéne, hogy legyenek. És hova mennek? Most már nem csak ugye ilyen fiatalabb csajok, hanem nézzétek, ott az a két flitteres nő, aki fotózkodik, az egyikük az kb. A baloldali, aki fényképez, az olyan 60, a másik nem tudom mennyi, de lehet ő is. Valami buli lesz este, na nézzétek, hova megy mindenki? El kéne mennem nekem is ilyen flitteres buliba. Nem tudom, hogy mit... Ja, de a KPI sziklát fotózzák. Azt hiszem, flitteres buliba kéne mennem nekem is. Most kiültek egy páran a mellettem lévő étterembe. Aha, ez a Golden Bay. Két pár kiült oda. Miközben itt beszedték az összes izét már. Még van 10 percetek kérdezni valami érdekeset. Edit. Mike, milyen motorod van? Lehet, hogy már volt róla szó, de nem tudom. Csak egy ilyen robogó. Az örök probléma, hogy nem tudok rendes motoros jogsit csinálni. Néha azért csinálok így, hogy ne kell maszkot felvennem. Ezzel igazolom azt, hogy nincs rajtam maszk, hogy közben iszok néha. Mert ez nem lenne, akkor ezt fel kéne tennem. Atya Isten, milyen kérdés ez. Ott írja Juhász, miben különbözik a spanyol mentalitás a magyartól? Na várjatok, ezen most el kell gondolkoznom, hogy erre mit mondjak. Nincs olyan, amiben hasonlítana. Magyar barátot sem... Valika Izsákova, magyar barátot sem találtál ott? Magyarok mindenhol vannak, olyan barátságosak. Ez most vicc. Tehát magyarok egyáltalán nem összetartóak. Tehát ezt már elmondtam minden videóban, hogy még amikor, és ezt mások is megerősítették, magyarok, hogy van ilyen, hogy a boltba véletlenül nagy ritkán az ember, múltkor a piacon volt így, hogy hallottam magyar szót, és akkor gyorsan arrébb mentem. Ez ilyen beidegződés. Most valaki megkérdezte, hogy milyen nő az ideálom, és most itt elmentek előttem. Zsuzsanna Krivic, milyen a női ideálod? Szépek a spanyol nők? Lehet, hogy szépek, de mikor megszólalnak, akkor már elrontanak mindent. Tehát ilyen, a legtöbbnek ilyen kappa hangja van, hogy kb. Olyan, mint aki már 30 éves kora ellenére is 60 éve dohányzik. Magas, karcsú, szőke fotomodellek, körülbelül ez az esetem, így semmi extra, tehát minden, ami egy spanyol nő nem. Mogor Petra, a kislánya megpuszilta a telefont, úgyhogy ha elért egy kedves fúvalat, akkor az ő volt. Na, akkor feltőtlenítsd a száját, sokan nem tudjátok, de ugye mindig kezet mosunk meg minden, de a telefont nem feltőtlenítitek. Újabb kisgyerek ment el előttem. Tehát a telefon felülete, amit újjunkkal összetapozunk meg mindent, tehát tök jó, hogy kezet mosunk, ugye most a vírusról beszélek, hogy kezet mosunk, és utána azonnal megfogdassátok a telefont. Néha le kell feltőtleni alkohollal
a telefont is. If you want to close, I'm finishing in 10 minutes. Can I get the bill? Thank you. Kifizetem a koktélt, és akkor indulhatunk. Gábor Kákonyi, én most fogok befejezni egy elfejlesztő tanfolyamot, gondolkodtam azon, hogy kipróbálom magam Spanyolországban. Te hogyan élted meg azt, amikor elkezdtél informatikával foglalkozni Spanyolországban? Képzeld el, hogy a mai napig van egy olyan újságcikk kivágás feltéve az oldalamon, ami azt... ¿Cuánto es? 5, por favor. Aquí. Muchas gracias. Gracias. Y también estos, ¿no? Sí, gracias. Y este. Gracias. Sí, tengo akkor egyet. Kicsit átmenjünk a napos oldalra, és akkor úgy fejezzük be a videót, hogy... Csak olyan tudom, mert fel kell tennem közben a maszkot. Most, hogy már indulok, nem vagyok fedezékben. Így jól nézek ki? Maszkban. Thank you, bye! Bye. Átmegyünk ide szembe. Leülök egy kicsit itt a napon. Ugye ez az, amit mindenki fotóz, mint látjátok, ott van a Kárpei szikla, és ezt a kilátást szeretik úgymond lefotózni, de hogy miért megy mindenki arra? A nap felé, lehet nekem is arra kéne menni. Átjövök egy kicsit ide a napra. Na, mit szóltok hozzá? Hallatszik a tenger hullámzása? Közben rájöttem, hogy azzal, hogy ideültem, ugyan engem süt a nap rettenetesen, tehát én most jól látok engem, én viszont semmit nem látok a kijelzőből. Kicsit arrébb megyünk mindjárt hogy jobban árnyékba legyek és lássak is valamit abból, amit meg kéne válaszolnom. Úgy nézem, hogy letört a lába. Az egyik láb elmozdult. Igen, egyszer föltözvágtam ezt a szegény gimbalt, és akkor a lába igencsak megsínlett, és hát ezt még megragasztottam, nem is tudom, egy pár hónappal ezelőtt, de úgy tűnik, hogy ennyit bírt. Megyünk az erőd felé. Mellettük mindjárt lesz egy kis árnyék, és akkor látok is valamit. Ilyen egészen furcsa vulkanikus jellegű sziklákon kell megközelíteni. És az erőt tövében már ülnek is. Többen. Nem járok jól, még mindig napon vagyok. Leülök ide, ennek a medencének a peremére. Ez egy ilyen kis kialakított medence, amit amúgy feltölt időnként a tenger, és lehet benne pancsolni. Látjátok? Most itt ülök én is a sziklákon, mögöttem az erőd. Igen, hallatszik a tenger zúgása. Erdei Beatrix, vannak spanyol barátaid? Ez komolyan, 10 perce válaszoltam erre. Nincsenek. Sándornékkalc, menj csajozni. Hát abból azt hiszem már kiöregettem. Úgy csak így elmenjek egy buliba és bárkivel szóba álljak.
Ahhoz pedig, hogy az ember tudományosan válasszon magának feleséget, ahhoz pedig ez a környék nem igazán van felkészülve erre, mondjuk. Erzsébet porkolába, ott még kell az utcán a maszk, mert tudsz olyan országot, ahol nem? Erdei Beatrix, de jó hallani a spanyol nyelvet, szerintem szerettem kint élni, itthon be vannak savanyodva az emberek. Hát igen. Kivel beszéltem spanyol, mert az éttermesen angolul beszéltem, nem? Valaki kijött egy szuppal. Ugye ez az, amit így rááll az ember, és akkor így hajtogatja. De én ezt sose értettem, hogy ebben mi a sport, vagy ebben mi a jó. Meg én valószínűleg nem is tudnék rajta maradni addig, hogy ezt ki tudjam próbálni, mert azonnal leesnék. A túloldalon pedig továbbra is kálpe látható, mint látjátok. Elég magas épületek vannak ott is, és az a kálpei szikla, amit majd egyszer megmászunk talán együtt. Ez a szuppos közben elég közel jött ide a parthoz. Hú, te jó Isten, belezumoltam annyira, hogy... Két percünk van hátra. Kovács Zsuzsanna, mindent tudományosan akarsz megoldani? Igen, a legtöbb dolgot. Ugye ezt, aki megnézte a Mycológia honlapot, tehát most a olyan csatlakozók közül vagy akár sokaknak, ugye a fogalmatok nincs, hogy miért ennek a műsornak az a cím, hogy Mycológia kötetlenül. Ugye megnézitek az oldalt, azt, hogy mycologia.com. Ez egy olyan dolog, ami ez egy fizetős szolgáltatás. Tehát ezt most kezdtem el csinálni, mikor indítottam, február-márciusban, már nem is tudom, márciusban talán. És ugye ennek pont az a lényege, ha megnézitek a Mycológia oldalt, ott is van három videó, nézzétek meg, abban elmondom, hogy ez az erősségem, a logikus gondolkodás, az, hogy mindent úgy közelítek meg, ahogy a probléma megoldásnál egyébként szükség van. Közben rájöttem, hogy itt sincs nap, úgyhogy levehetem. És így akár hozzáállhatnék, igen, a társkereséshez is ilyen tudományos alapon. Gastro 7. Spanyolba tervezed az életed további részét? Pff. Ott kéne terveznem elvileg, ahol tudnék társat találni. De itt nem nagyon fogok. Szóval igen, gondolkoztam már azon, hogy esetleg megyek máshová. Ezért indult el ez a blog? Tavaly augusztusban, mert akkor nagy dilemmában voltam, hogy hazaköltözzek-e vagy nem. Szóval nem, hogy az életem maradék részét, hanem még lehet, hogy ezt az évet se. József Faranki, kóstolgatnak téged a nőkkel kapcsolatban. Fú, te miért? Én lemaradtamok egy csomó kommentről, akkor kikóstolgat, mivel? Erzsébet porkolába itt Magyarországon már nem kell. Tényleg? Itt még kell. Valaki írta, hogy 26-án eltörlik a maszkot. Igen, én is olvastam, hogy 26-án fog szavazni a parlament róla. Ugye, ha eltörlik a maszk használatot, az olyan közterületre fog vonatkozni, ahol a távolságot lehet tartani, tehát a másfél métert. Hoppá, nézzétek, csak a szupos felvett egy csajt. Azért kavargott az annyira közel, hogy be tudjon szállni. Na, neki már szerencsé van. Mindig azt szokták mondani, hogy gyerekkel meg kutyával lehet jól csajozni, igaz? Hát szuppal még jobban. Legalábbis a tengerparton. Na figyeljetek, lehet, hogy most élőadásban fogjátok látni, hogy mind a ketten akkor átesnek, mint a ház, de nem biztos, hogy sikerül. Nem biztos, hogy sikerül. Nem akarok röhögni mások szerencsétlenségén, de azért... És nézzétek, most oldalba fordul, pont párhuzamosan a hullámokkal. Még integetni is van ereje. Hát igen, ezt nevezem. Nem fog már beleborulni, igaz? Már nem fog beleborulni. Ne nézzük tovább. Ilona Takács, nálad nincs olyan, hogy szerelem első látásra? Hát én azt hiszem, ha lenne, akkor már nem ülnék itt egyedül, ha lett volna. Olyan van, hogy úgy első látásra megtetszik. Tehát van olyan, akire azt mondom, hogy így... Most nézem, hogy a Balearia meg közben ott megy kint. Tehát van olyan, akire így ránézek, és azt mondom, hogy oh, úristen, hát egész életemben ilyet akartam. És ez nagyon sokáig így emlékezetes marad. Emlékszem, egyszer például a reptérre valakit kivittem, és jöttem visszafelé a
egy ilyen hosszú folyosón Alicantéban, és jött szembe egy lány, vagy egy nő, vagy nem tudom minek, inkább jelenségnek nevezem, és én így, lehet, hogy hülyének néztek, én így megálltam, és csak így néztem, hogy úristen, ilyen van a valós. Tehát, de ez nem csak az, hogy valaki szép, hanem úgy, mit tudom én, olyan hatása van az emberre, hogy így minden stimmelt. Na, ez kevés. Tehát ugye az, hogy külsőre jó, meg esetleg olyan volt a járás, vagy ami, ezt úgy az ember úgy megérzi, hogy jó, de azt nem lehet tudni, hogy jó lett volna vele beszélgetni, vagy akármi. Tehát ugye ez kevés. Most rá akarok nagyítani nektek, hogy meg tudjátok nézni ott azt a távolba azt a hajót, az a Baleária szerintem. Nem tudok annyira, már messze jár. De ez egy hatalmas hajó, ráfér körülbelül 200 autó akkora. Ja, és persze láthatjátok a, kicsit itt most magasabban vagyok, láthatjátok a kikötőt és a szemközti villákat. Az volna még a tervem egyszer oda, látjátok, oda felmenni ahhoz a toronyhoz. Az ott egy ilyen kalóz megfigyelő torony, de még sosem áztam fel, mert az egész hegyen végig kéne gyalogolni. Valaki azt kérdezi, hogy ismerkedek, sehogy. Hát ha ismerkednék, akkor nem ülnék itt egyedül. Különben igen, lehet, hogyha megismerkednék valakivel, nem is lenne több pénteki filmvisor. Komács Zsuzsonnak áramlom be az a jó, hogy nincs benne irítség. Hát én olyan szívesen rögtem volna rajta, de már nagyon messze járnak és nem borultak bele, tehát profi lehet a srác. Ági Sebők, megvan, hogy hová utaztak anyuval? Nem, mondom, ez a két célpont, tehát így, én így most így Lisszabon-Porto környékén gondolkozom, ugye Portugáliába, kicsit elmegyünk az Atlanti óceánhoz, vagy a másik, ha ez nem jön össze, akkor Saint-Tropez. Ilyen kis csendőr, Louis de Funès csendőrfilm után érzés. Bettina Dudás. Számodra mi a fontos egy nőben? Mi kell ahhoz, hogy elvedd feleségül, mit keresel egy nőben? Hát, hogy jól nézzen ki, és jókat lehessen vele beszélgetni. Ennyi. Ezen múlik az egész házasság szerintem. Barna Éva, ha nem ismerkedsz, akkor hogy lesz barátnőd? Hát igen, feltetted a 10 millió dolláros kérdést. Jó lenne. Sehogy, mit tudom én, nem lesz. Ezzel zárul a mai péntek esti műsor, hogy nem lesz barátnőm, soha nem lesz senkim. Mivel búcsúzunk ezzel a ronda épülettel itt mögöttem? Az erőddel, vagy a naplementével? Hol van még a naplemente? Nézzétek, a szupasok milyen messze járnak, már ott eveznek a semmibe, és arra van kápe. Lehet, hogy áteveznek kápéba. Akkor ezzel a kilátással búcsúzom. Kellemes hétvégét mindenkinek. Örülök, hogy itt voltatok, bár komoly kérdés nem jött. Volt már olyan kötetlen beszélgetés, ahol érdekes kérdések voltak. Most csak ilyen kis laza. Úgy látszik, ráéreztem, hogyha most beülök egy ilyen kávézóba, akkor ez egy ilyen laza nap lesz. Van ilyen is. Sziasztok! Kellemes hétvégét!